Zsambó, jó reggelt! Dobro jutro, stb. Tipli. November 15-e. Kedd van! Ugye? Ja. Most el kell gondolkodni egy pillanatra, hogy való igaz-e, amit mondok, vagy egy hazug állat vagyok, de való igaz, amit mondok. Na! Én tegnap már megjártam itt a világot. Hello! Voltam fönn Visontán, a Mátrai erőműbe, oda vittem az Olaszországból hozott acéltáblákat. Az se volt egyszerű, mert ott minden erőmű 11. Aztán bementem a hármas portára, hogy hello, szia, Mizu! Kinek, hova, merre, hány méter? És akkor végül meg lett, hogy hát el kell mennem ott a Rigipsnél hátra a teherportára. Én úgy mondom, az egy utca hátra, de jó tudni. Szenvedik mellém, de meg nem állt volna egyik nagy esző sem, hogy akkor elkanyarodok, és akkor könnyebben elférnek ők is. Na mindegy, kinek hogyan megy. Azt kiderült, hogy van ott egy hatalmas kamionparkoló is, meg mit tudom én. Mondom, ha ezt tudom, akkor eleve oda megyek, nem kóvágok össze-vissza, de hát mivel nem volt megcímezve, hogy amúgy kinek vagy az áru. Kettes rovatban a CMR-en ott volt, hogy ki az importőr. Budapesti belvárosi cím volt, meg kereskedő, fémkereskedő. Aztán ezt már nem közölték velem, hogy ki a valós megrendelő, csak hogy viszont a erőmű 11. Oké, köszi. Na mindegy. Végül is nagyon nehezen megoldottuk, 1 óráig volt áruátvétel, 1 óra 10-kor odaestem, 1 óra 8-kor, hogy hello! Még leszettek, hál' Istennek. Na azt akkor átgurultam a szomszédba megint itomtégláért, és azt az itomtéglát hoztam ide Kanizsára egy építkezésre. És ettől az itomtéglától fogok mostan, jelen pillanatban megszabadulni. Erre még úgy se jártunk benne az ipari parkban. Együtt. Ja, én már megnéztem, hogy mi lesz ez, mert nem volt egyértelmű, hogy most egy izéhez kell jönni. Ugye itomtéglát én általában mindig vagy ilyen építőanyagot tűzépekre viszek. Most tudtommal itt a Kanizsai ipari parkban, itt hátul nincsen tűzéptelep. Kint a Lukajuk útnál van, meg hazudott mögöttünk van az Alucsad. Oké, az is egy tűzéptelep, végül egy építőanyagos cucc. Azt hívjuk tűzépnek, nem? Na aztán, hát akkor eljövök hátra, azt miatt ideértem volna a kocsihoz, felvettem volna az autót, itt a Forddal tettem egy kört, aztán kereskéltem, hogy mihol, merre, hány méter, megnéztem, itt a Csáktornya utcába kell jönni. Most bejártam Tónát, Baranyát itt ebbe az utcába, de pont abban a részben nem mentem be, ahol valójában vannak. Tekergéztem, akkor nem volt itt ennyi autó. Hát itt, ezen a helyen itt bal oldalon itt le lehetett kamionnal parkolni. 3-4-5-tel is. És meg öcsém. Rogyásig van autóval. Na ugye én itt balra, ahol látjátok a piros meg a kék autót parkolni, itt a fák alatt. Én oda fölmentem, mondom, van egy bezárt kerítés, azt nézem, ó, van még ott följebb is egy kapu, vagy bezárt kapu, nem kerítés, kapu. Följebb is volt egy kapu, aztán na akkor ott, ó, mondom, vannak építőanyag, tégla is van itt, ó, zsákos anyag. Raklapon, hát mondom, akkor ők lesznek. Szevasztok, hello! Jönnék 26 raklapítomba, azt mondja, jó, jó, de ők nem az a cég. Mondom, kurva jó. Még itt egyenesen, illetve jobbra el is elmentem. Azt mondtam, hogy itt ilyen fémkereskedések vannak. De ide meg nem jöttem föl. Hát mondom, itt mi van, semmi kb. Na aztán kiderült, hogy de.
itt bent ők lesznek azok. Valahogy úgy kéne leparkolnom, hogy a kibejárás ne nagyon akadáljam. Egy kicsit visszaburgatom a gépsárkányt. Aztán oda csatogok lábbal, hogy hello! Meggyűjt a tégla. Mert hogy nem tűzéptelep, hanem egy építkezés. Egyébként sejtettem, hogy ez egy építkezés lesz. Onnantól, hogy zalaegerszegi cég a megrendelő, és rajtuk keresztül rendelte meg Gyöngyösről ez a cég. Na mindegy. Fú, öcsém. Felhívom a kontaktot. Köszönni, luxus. Na jó, akkor küldök valami rakodógépet. Reggel 8:30-kor még üres az építkezés. Majd meg a városvezetés, látom, rájött, hogy ez az így, ez kurva kevés lesz egy kamionnak, aztán kicsit megtoldották. Meg úgyhogy ebben az ipari parkban ilyen picsafüstizét csinálni. Szélességi utat, nem véletlenül van széttaposva az útszél. Na mindegy. Kanizsa Transz. Na, megépült az új telephelyük. Hát újja, amikor én postás voltam, ezt akkor kezdtek építeni. Annak meg már 6, vagy talán inkább 7 éve. Ja igen, egyébként itt az Isten nyila is izé kamionozással foglalkozik. Szóval itt azért, itt egy Ikarusz. Mint ami papának is volt. És látjátok, itt vannak az utcában a kamiontelepek. Ezért úgy mutatnám a... Ilyen kis vicces emberek laknak itt. Teherautóba behajtani tilos, azért az kemény, nem? Hát Kanizs, ez egy ilyen érdekes hely. Nem kell vele foglalkozni, ipariparba teherautóba behajtani tilos, lényegtelen végül is. Ó, van, engedjük ezt el. Na! Zsaber Zence tűzifáért. Kijöttök. Hát az idő nem túl Miami, az biztos. Most tudom, mit lát a kamera. Ti? Júj! 30%-on van az aksia amúgy is. Bár ezek az utángyártott akkumulátorok elmennek akár egészen le 9%-ig is, úgyhogy akkora gáz nincsen. Na, a Paksa transzportos úgy látom nem ismeri az új utat, mert ő meg nagy récse felől jött, simán bemehetett volna balra. Eljött erre körbe. Ez egy kis teherautó, ami az előbb itt elment. Gyerekek, ide fixen teherautóval behajtani tilos van. Örülök neki. Ahol van elől az a fatelep, vagyis az a piros furgon, oda kell menni.
Na, viszont kicsit rendezettebb a környék, mint a Google képen van. 80 méter múlva forduljon balra, majd forduljon balra. Itt a téglarakás. Ide gyűjtünk. Nagyon örülök neki. Itt biztos be fog tudni menni, hogy ne. Jó van, megnyugtatott a csávó, nem ide kell jönni. Forduljon még balra, jobban be a házak között. Majd forduljon balra. Fával, ez a legjobb szórakozás. Jó, végül is most elég széles az utca, de akkor így már értem, hogy miért van kínod a teherautóba hajtani idős. Bár azt mondjuk nem értem, hogy akkor mi a faszom, miért nem lehetett megadni eleve azt a címet, ahova menni kell. Fú, ez meg. Forduljon jobbra. Úgy érzem, Albertóval beszélgetnem kell egy sort. Aranyos volt a srác, mert végül is segített, ezt hordom már, mennyire én tudok olaszul. Ezen az utcán végig egyenesen, hát ezt tudom, akkor eljövök ide, azt itt parkolok az utcélén. Itt úgy sincs semmi baloldalt. Mindegy. Szóval el kell jönni ide. Ja. Ó, egyenesen be, itt volt a maestro. Jobbru balru. Ups! Volt egy kis dici-döci. Remélem, itt ki kell majd tolatni ezt a valahogy elfordulni balra vagy jobbra. Ó, te isten! Ott van egy pótkocsi. Igaz, hogy az nem... Nem izépót. Nyerges. Mindegy. Aha, és most? Már én itt kurvára nem fogám elférni, gyerekek. Indietró kifele, ugyanis ott nem férek át. Az antennát el is érte. Ez úgy ledarálta volna a tetőt, ha kövérgázzal megyek bele. Már hogy itt jobbra kellett a bokor mellé átsingulzni. Ezt itt tolunk egy ilyen finom Y-t. Mondta a fasz, hogy nem fog egyből sikerülni, még az Y se. Kurva jó! Vigyázzak az Audi-ban. Oké. Itt valaki már eldarálta izét. Azt a villanydobozt. Grazie, arrivederci, ciao! 80 méter múlva forduljon jobbra! Van-e,
kijött elsőre. Faszi is, de kiakadt a nőn. Nénike bejött ide az autó melléhez. Ja. Nem látja, hogy izé. Tudod, kifel az autó. Hogy lehet ennyire hülye. A mamedzó. Üres az autó. Innen is 7,5 tonnás korlátozás van, tehát most mi a faszom elő, hogy itt ezt így átépítették, azt mondjuk nem értem. Végül is eljött, és nem kellett fölmennem erre a szaros patkára. De jó! Jó, mondjuk, hogy van körforgalom, akkor igazából tényleg fölösleges egyenesen menni, meg barnagyiben kikanyarodni, mert vissza lehet fordulni, aztán el lehet menni. Innen nézve egyenesen, ami onnan barnagyibbe lenne, illetve el lehet menni jobbra. Kerülje meg a körforgalmat, negyedik kijárat. Innen is 7,5 tonnás. Meg ráadásul mindkét irányba behajtani tilosabb. Időkorlátos. Na meg ugye egyenesen, ami innen jobbra kísérben kanyarodósi. Na, signori! Ugye az a nő? Signora, inkább az. Signori az uram szerintem. Hát a kerék az elpörög. Úgy rendesen, második kijárat. Két S-sel. Na most nem kell besorolni, baszod, most már nem fog elmenni melletted. Jézus. Hát igen, eleinte vicces volt ez az itteni közlekedés, hogy milyen mókás, meg bohém, meg már kezdtem feszem találni, hogy finoman fogalmazni. Második kijárat. Na itt mentem be. Hát innen a harmadik, de egyébként ahonnan jöttem, mi az első kijárat volt. Ott is kint a teherautóba behajtani tőle, szóval konkrétan úgy mennyi be erre a, most nem tudom minek nevezem, tüzéptelep, nem tudom, hogy Olaszországban hogy hívják. Hol ilyen téga, meg építőanyag, meg tudom, hogy milyen rakat van. Második kijárat. Szóval a tüzéptelepre úgy lehet bemenni, hogy sehogy mert teherautóba hajtani. Haladjon át a körforgalmon, második kijárat. És még ott alatta se volt a izé, Eccetto Carico, Scarico vagy Autorizzati, úgyhogy ez ilyen full illegálban nyomott lerakás volt. 100 méter múlva haladjon át a körforgalmon, második kijárat. Haladjon át a körforgalmon, második kijárat. És most zsa, villanymotor ér. Már nem 12-re ott is vagyok. Hál' Istennek lehet tartani egy óra szünetet több fölöslegesen. Na, itt meg még nem épült el Vicenza északi elkerülője. Igaz, nagy erőkkel dolgoznak rajta a fiúk, lányok. 400 méter múlva a körforgalomnál térjen jobbra. Csak hogy nemileg is egyenlőség legyen. Majd a baloldali sávban haladjon. Nekem meg igazából ez tök mindegy. Csak fiúk vagy csak lányok dolgoznak rajta. Azt tudom, hogy
villamosvezetőnek sokkal jobb. A körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. Majd messze jobban a csinálják, mint a férfiak. Ó, de. Az a sok fakezű Edward. Jó a Isten. A baloldalisában haladjon. A srácok meg a jajnkak. Ez annyira nem volt jó. Fejben jobban hozott. Hát az idő nem túl Miami. Bár ha nevezzük nevén, nem túl olaszos. Meg a Navi éppen ezért meg van zavarodva, mert ő szerinte ez a fellehajtó, ami létezik, az ő szerinte nem létezik. Pedig de. Mindegy. Megoldom. Táblák alapján. Bár hogyha táblák alapján közlekedtem volna most is a lerakóra be, akkor még most is itt kerembókásznék, vagy kínálnék a négy sávoson is, hasábonként hordanám be a 25 tonna tüzelőt. Mert ugye mindenhonnan 7,5 tonna vagy teherautóval behajtani tilos volt. Na de, mindegy. Emberünk meg kitalálta, hogy mégis inkább erre akar jönni. Ó, baszom a rugónyakadat. Kurva! Forduljon meg, majd forduljon jobbra. Milyen jó, hogy alig lehet elférni, de azért még kibasszad ezeket a bójákat, hogy lehetőleg még szűkebb legyen már. Hú, mi volt itt reggel, te jó Isten! Kb. Másfél órája, amikor jöttem. Azt a jó eget! Lehajtó, ami a TomTom szerint nem létezik. De szép forgalom van. Boldogság. Kérdezte a faszi, hogy hova megyek strakodni. Mondom, Marseille, aztán go haza! Ma reggel itt vagyok Vicenzába, holnap reggel ugyanilyenkor már régen Budapest.